Üdvözletem, flaszterezni fogunk még hozzá Lukácsi Katalinban. Hello, sziasztok! És Szerető Szabolcsal. Szervusztok, jó napot, jó estét kívánok a nézőknek. Na mindenek előtt a új magyar hang. Bér Miklós püspökkel van nagy interjúnk, de van Vitézi Dáviddal is nagy interjúnk, de az a labban belül található, mert nem ő került címlapra. Riportok, publicisztikák, egy olyan riport, amiről még beszélni is fogunk, gyermekbántalmazás, mert hát mostanában valahogy ez a gyermekvédelmi ügy egy picit, minthogyha elhalványult volna, nem is tudom miért, majd erről is beszélünk. Kötött fogás extra lesz április 6-án, szokott helyen hadszitteátrum 19 órától, megint Puzsér Robi jön vendégnek, úgyhogy várjuk önöket ismét sok szeretettel. Amik Magyar Péter jó ránk szervezett egyébként. Na, pont, az egész Kossuth tér átmehet majd a kötött fogás extrára. Megmondott, hogy egy óra alatt letolják a forradalmat. Ja, hogy ez nem délután 3-kor lesz? Nem, 3-ra hirdette meg, nem? Igen, nem tudom. Inkább délutánra gondolom, nem este. Szerintem nem estére. Úgy emlékszem, hogy el tudok menni. Délután lesz. Ebben az esetben akkor, miután megdöntötték a NERT és a kormányt, akkor jönnek el a kötött fogás extra, megbeszéljük, hogy mi is történt. Mi van még ilyen kötelesség? Nincs semmi. Ja igen, elnézést szeretnék kérni az okniért, nem gondoltam bele rendesen a színébe, de hogy ilyen halálfejes izé. Végre kiderül, hogy fideszes vagy. Persze, abszolút, de végre a tavaszi nadrágot fel tudtam venni. A reggel jót lesz nektünk, igen. Hát igen, igen, de szerencsére Kati cipője elviszi a sót. Na, hát Szabolcs pedig. Hát igen, hát érjük. Most erre mit mondjuk, igen. Tehát hozol a klasszikus Agatha Christie-s felügyelői billiót, úgyhogy na. Ha le tudják venni a tekintetüket a bokánkról, akkor lecsapunk. Máskor ilyen, a csupa vidám téma. Ilyen részletesen szoktam készülni, meg sok mindent felírok. Hát most annyit írtam fel, hogy MP óta, meg Varga Judit, hogy, meg Bajer Zsolt. Nem tudom, hol kezdjük. Kezdjük a legfrissebben. Varga Judit interjú tegnap. Hát interjú beszélgetés, nem volt ez interjú, mert Hajdú Péter ő csak a díszletet adta. Szóval, hogy Varga Judit mesélt a Magyar Péterrel közös házasságukról, erről a felvételről is egy kicsit, hát nagyon sok mindenről nem mesélt, de maradjunk annál, amiről beszélt. Gondolom láttátok. Mit gondoltok erről? Na, én hirtelen felindulásból tegnap éjszaka, hogy emésztettem ezt az interjút, mert nagyon, tehát nagyon sokkoló, sokan azt mondják, hogy nyomasztó. Ja, igen, így kapcsolták át a Török Gábor interjúra a Partizánban, hogy egy nyomasztó, másfél órán vagyunk túl, és tényleg egy nyomasztó. És én is ilyen bambán pörgettem a Facebook oldalamat, hogy emésszem a történteket, és elém jött az a hirdetés, nem tudom, hogy miért kapok ilyen hirdetést, az ENSZ-nek a palesztinokat segítő, célzottan palesztinokat segítő, egyébként eléggé kontraproduktív hirdetése, hogy Gázában az terhes anyák éheznek. És valahogy így megvilágosodtam, hogy ez ugyanaz a logika, ugyanaz a propaganda eszköz, amit most Varga Juditon keresztül láttunk, ami ugyanakkor attól még éheznek, és attól még Varga Judit is bántalmazott lehet, de hogy ez egy ilyen velejéig romlott propagandától így előadni, mártírként kezelni, ez még inkább azt erősíti, hogy milyen országban élünk, az tragédia, és hogy így, hogy most rabul ejti a közbeszédet, ez az ügy a helyet, hogy arról beszélnénk, hogy mi is zajlik az ügyészségen, mi volt a völnársadölgy, és mi hangzott el az tartalmilag azon a hangfelvételen, és most jön a húsvét ráadásul, tehát hogy teljesen sokkolva vagyok ebből a szempontból. Húha, hát ez erős kezdés volt, de én is gondolkodtam, hogy honnan érdemes elindulni egyáltalán, mikor erről beszélünk, mert azért azt szerintem szögezzük le, és ezzel nem foglalok még állást semmilyen jelenben, csak hogy azért legyen egy világos és nem relativizálható álláspont, hogy ebben az ügyben sem lehet kettős mércét alkalmazni. Azt gondolom, hogyha a bántalmazás az bántalmazás, és hogyha valaki ennek az áldozata, akkor azt a szolidaritásunkra méltó az ember. De itt most az a felháborító ebben az egészben, hogy gyakorlatilag az egész ország kezd egy ilyen, vagy azt akarják, hogy egy ilyen amerikai típusú bírósági tárgyalásként, tehát ilyen esküdtekké váljunk. Tehát, hogy itt ugye az esküdtek döntenek úgy, hogy valójában ők nem
nem feltétlenül, mint képzett jogászok döntenek el valamit, hanem akkor a benyomások, az érzelmeik alapján legalábbis a filmek szerint hoznak ilyen döntéseket, és itt most tulajdonképpen az egész történet arról szól, hogy most akkor kinek hiszünk inkább. És akkor most szerintem mind a két verziót majd érdemes megvizsgálni, hogy mi van akkor, ha Varga Judithnak igaza van, vagy részben igaza van, és valóban egy ilyen kapcsolatban, és akkor Magyar Péter egy ilyen szörnyeteg. Vagy mondjuk azért még sincsen igaza. És én azt gondolom, hogy akár melyik úton indulunk el, csak borzalommal fogunk találkozni, és csak egy olyan történettel, amivel egyébként pont arra a Fideszre és arra az egész propagandagépezetre rendkívül negatív fényt vet, amit látunk. Mindesetre én kiinduló pontként azt állapítom meg, hogy és így most felidézte, sokan felidézték már az interjú előtt azokat a korábbi nyilatkozatokat, az elmúlt éveknek azokat a nyilatkozatait, amit részben Varga Judit tett, részben közösen a saját házasságukról. És azt gondolom, hogy azért itt túl nagy a kontraszt a kettő között. Tehát, hogy ez a nyitott kalitka volt régebben, ez a szöveg, meg hogy gyakorlatilag egy ilyen idilli képet festünk, most pedig egy pokorról beszélünk, akkor tulajdonképpen a Varga Judit hol van ebben a történetben? Kicsoda Varga Judit? Mikor mond igazat Varga Judit? És az a szörnyű ebben, és még egyszer mondom, ha ő akármennyire is áldozott ebbe a történetbe, akkor én őt sajnálom. És igazából, amikor ezt néztem, én bennem nagyon erős volt a sajnálat. Nem tudtam, hogy miért sajnálom pontosan, de sajnáltam nagyon. Tehát, hogy ez ilyen helyzetben szerintem ember ne kerüljön, ne lavírozza magát semmiképpen, hogy Ajdú Péterrel másfél órán keresztül a saját bemeléshez a nyomorát kiteregesse. Tehát ilyen helyzetben szerintem méltósággal valóban nem lehet kerülni. A kevesebb több lett volna egyébként, ha igaza van, akkor szerintem kevesebbet mond el ilyen dolgokról. Nem lehet ilyen szinten kiteregetni ezt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezek szerint Varga Judit házassága egy politikai termék volt. Varga Judit élete egy politikai termék, és most is az, hiszen ennek most az igazságtartalmától függetlenül ennek nem az volt a célja, hogy igazságot szolgáltasson magának, pláne nem a családjának. Hát nem mondjuk már azt, hogy a gyerekeknek ez jó, hogy Hajdú Péter műsorában százezrek nézik azt, hogy hallgatják azt, ami zajlott, vagy nem zajlott, nem tudjuk. Ez nem jó családnak, és most is egy politikai termék, hiszen ennek nyilvánvalóan egyetlen egy célja van, Magyar Péter hiteltelenítése és lejáratása. Na, annyi szála van ennek, és az, hogy összegubancolódnak értelemszerűen, mert hát mégiscsak egy volt házaspárnak a története, akik most itt más irányba mennek minden téren, politikailag is, és ezért bejön a politika is, tehát hogy meg ahonnan indult ez a történet. Tehát ugye nem beszélünk már a K. Endréről. Alig jutott eszembe most a neve, ami nincs is meg, amit nem hagyjuk ki. Miért beszélünk a... Na mindegy, hagyjuk. Jó, az a K. Endre szerintem. Igazából szimbólumával. Nem beszélünk a gyermekvédelemről, nem beszélünk a bicskei áldozatokról. Az már valahova így. De nem beszélünk arra se, hogy ki volt ez a Magyar Péter, és honnan jött, és most ezt ugye elfelejtődött, ezt így a köd belepte, pedig ez nem egy történelmi köd, hát nem volt ez olyan régen, mert szerintem azért az is fontos, hogy, és persze nekünk ilyenkor mindig felrúlják, hogy mi, akik toltuk a szekeret, és te nem is tudom, hányszor voltál áruló, hát egy nap, vagy háromszor, nem? Te a G-napon ide-oda árultál. Na, hogy... De hát ugye itt nincs, de nem volt ki elárulni, tehát hogy ez egy eleve, aki ilyet gondol, az egy beteg világban él, tehát... Igen, csak ugye nekünk mindig a fejünkre olvassák, hát neked is azt, hogy ahonnan mi jövünk, aki eltelt már 10 év, csak a G-nap óta, vagy lassan eltelik 10 év, és azóta, ami történt, meg ahogy, meg miért ne változhatna az embernek a gondolkodása. De ettől függetlenül szerintem fontos, a mi történetünkben is fontos az, hogy honnan jövünk, de hogy miért jövünk, és a Magyar Péter történetében inkább a miért lenne fontos, ahonnan az is felvet kérdéseket, hogy például ilyen hitvesi alapon osztogattak gonosz embereknek bizalmi állásokat. Nem, mert hogyha a Fidesz... És ezt most a Fidesz állítja, nem mi állítjuk, a Fidesz állítja. Jaj, basszus, úgy akartam beköszönni, hogy Hello Kötter, aj! Oh. Na mindegy, te elrontotta. Szóval, hogy ennél síralmasabb lesz ez a műsor, tehát végig is talán, mert mondjuk poénkat tudom is. Ja, és nem megyek végig az összes szállon, mert nagyon sok, és szerintem van külön, a Magyar Péter, úgymond újkori szál, a Varga Judit, úgymond újkori szál, és a Magyar Péter, Varga Judit újkori, meg a régi szál, a házasságú történet, ami most ugye így kiteregetődött elénk. De egy van, de nagyjából biztos vagyok, hogy ez a egész, amilyen irányba halad, és már ameddig eddig eljutott, és ez a tegnapi
Varga Judit beszélgetés, ez aztán végképp azt teszi mindkét ügyel, a politikai ügyel is, és egyébként a családon belüli, vagy a kapcsolaton belüli erőszak ügyével is, hogy rengeteget árt. Mert mindenki elkezdi politikai dimenzióban kezelni, te is, Kati egyébként, te is, Szabolcs, mert nem nagyon tudsz kiszakadni ebből, mert hogy a fenébe választott ketté, csak amit mondhatok az elején. Magát bántalmazási ügyet, ami egyébként alapvetően is egy rohadt nehéz ügy megítélni, az még tök jó volt ez a hasonlat, hogy igen, hirtelen esküdté válik az egész ország, vagy esküdtszékké, csak hát ott legalább válogathatnak a védők is, meg a ügyészek is, hogy kiket szeretnének, itt nem, itt az egész ország azzá válik, és majd valahogy dönt a közvélemény. Csak én olyanokat látok, hogy azon mélységesen elszomorodtam ma például, hogy olyan ismerősöm, akiről tudom, hogy milyen kapcsolatban élt. Azt egy másik, akiről tudom, hogy miért rúgták ki a munkahelyéről. Egyébként a főnöke molesztálta, és nem volt hajlandó lefeküdni vele, és ezért kirúgták a munkahelyéről. Hogy kiraknak Varga Juditos mémet, ahol Varga Judit ücsörög a fotelban, és Rogán Antal az arca. Meg kírják, hogy Tónika Show. És tehát nekem itt van vége annak, hogy te emberek, a józan ész hova tűnik ilyenkor? Tehát nem lehet mindent a politikán keresztül megítélni, még hogyha ezt is akarják, hogy ez a szándék. És szerintem ezzel ártanak a legtöbbet. És mit üzen az egész a bántalmazott nőknek egyébként, vagy férfiaknak, ugye? Tehát pont ezért, tudom, hogy ez nagyon erős mondás, de pont ezért a gátlásaimat kicsit háttérbe tettem, hogy a Hamas terror szervezetének a propagandájához hasonlítom Rogáni propagandát, mert tényleg, és a Orbáni Rogáni propagandát, mert tényleg ennyire aljas, és tényleg ez történik, ennyire kiforgatja az embereket ebben a helyzetben, és nem feltétlenül lehet ugyanakkor mindenkit felelőssé tenni, hogy akkor miért egy bántalmazott nővel szemben ennyire érzéketlen, mert nem ennyire érzéketlen a magyar társadalom, hanem egyszerűen megképeződött a társadalomban okkal, hogy van benne egy szkepszis egy fideszes politikus szemben. Tehát, hogy én ezt akarom erre reagálni, másrészt pedig azt is fontosnak tartom, arra fontosnak tartom felhívni a figyelmet, amit elfelejtettem, hanem akkor a harmadik dologgal kezdem, ami egy hosszabb gondolatkör, hogy hallgatom ezt a beszélgetést, és nagyon nehéz. Tehát, hogyha valaki, van bennünk ez az ösztön, hogy most igazat adni, most mi az igazság, és nagyon nehéz ebbe belemenni, és talán nem, tehát talán lehet, hogy pont ezt kellene elkerülni, mert nem ez a feladatunk nekünk, hogy igazat adjunk bárkinek is. Hanem, hogy mondjuk mi hogyan éljük az életünket, mondjuk tanulhatunk ebből, ez egy rossz példa. Viszont én, most ez meglepő lesz, hazudnak szerintem. Ott van egy csúsztatás, és az egy nagyon alapcsúsztatás, hogy azt állítja be Varga Judit, hogy rajta élősködött a Magyar Péter. Márpedig, amit szociokulturálisan tudunk, az, hogy milyen közegből jön Magyar Péter, Erős Pál unokája, meg Mádor Ferenc keresztfia, tehát, hogy egy jól szituált, egy igazi budai polgár, és most már ráadásul azt is tudjuk, hogy milyen politikai képességei vannak, tehát, hogy kvázi az Isten is arra teremtette, hogy ő egy politikus legyen, biztos, hogy meg tudná állni a karrier, bármilyen karrieren a helyét, vagy nagyon sok mindenben. Ehhez képest Varga Judit meg teljesen kívülről jön. És úgy adják elő, hogy Varga Juditon élősködött ez a Magyar Péter, miközben azt is tudjuk, nem tudjuk mennyire mi az igazság benne, hogy Magyar Péter vállalt egy fél évet, amikor ő volt otthon a gyermekekkel, hogyha nem emlékszem rosszul. Tehát, hogy ez az egész beállítás valójában, tehát itt ez bukik, hogy ki élősködhetett kín, ha már valaki élősködött kín, és akkor ez az egész előadást akkor egy új fénytörésbe helyezi. Erre Ruf Bálint hívta fel a figyelmet politikai elemző, hogy hamis azt ez a futballista feleség kép, mert pont amiatt, hogy amilyen szociokulturális közegből jön a Magyar Péter, tehát igazából ott tényleg inkább a Varga Judit lehet a focista feleség, más kérdés, hogy ő került miniszteri pozícióba, és ez már nagyon, erre aztán rám lehet mondani, hogy én vagyok a Magyar Péter propagandistája, de tényleg az az olvasat is felmerülhet bennünk, hogy Magyar Péter, hogyha akart volna, csillagos égig juthatott volna a nervben, ez Potyondi Ede pedzette meg, hogy Orbán Viktor foghatja a fejét, hogyha ilyen démon ez a Magyar Péter, miért titkolták őt el eddig előle, hiszen milyen szuper karrier. Hát a Lázár János mellé Magyar Péter tökéletesen oda passzolhatott volna, nem beszélve Rogán Antalról. Tehát, hogyha neki tényleg ilyen démonikus gonosz figura lenne Magyar Péter, mint aminek Varga Judit lefesti, akkor neki egy olyan miniszteri bársony szín járt volna ebben a rendszerben, amit csoda, hogy nem kapott meg.
Ez is erős volt. Erre gondoltam én is. Na most ugye az a probléma, hogy ennek az interjúnak és most akkor beszélünk kicsit azért Hajdú Péterről is, akiről nem fogom csúlyan jelzőket mondani, mint Puzsér Robert, csak jelzem, hogy mindennel egyetértek, amit Puzsér Robert bármit, bárhol, bármikor elmondott Hajdú Péterről. Tehát, hogy már a felvezetése is egy hazugság volt. Tehát az valami olyasmi volt, hogy hallgathassék meg a másik fél is, vagy most halljuk a másik fél. Most az a helyzet, hogy ez azt sugallja, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban más sem csinált, mint hogy Varga Juditot ekészte volna, és arról a házasságról ő beszélt volna. Az igaz, hogy egy olyan kényszerhelyzetbe került, amikor kénytelen volt valamit erről mondani, amikor ez a bizonyos rendőrségi jegyzőkönyvnek a hírja jutott hozzá, vagy hát beszembesítették vele ugye a HVG újságíró, hogy van ilyen, és akkor ő kezdett el valamit erről beszélni. De az ő megnyilatkozásait figyelve, már a kezdettől fogva, ő azért nagyon óvatosan beszélt Varga Juditról, sőt, inkább mint a gyermekei anyját emlegette, dicsérte őt. Nyilván, amikor ez előkerült, akkor már mondott dolgokat, de azért messze nem ilyen részletességgel teregetett ki semmit. Tehát, hogy itt ez olyan, mintha ha már a Magyar Péter is tartott valamikor a Partizánban másfél órán keresztül arról beszélt volna, hogy akkor a Varga Judit mikor mit csinált, mit nem csinált az ő házasságunkban. Tehát, hogy mondom, már a felvezetése is egy hazugság volt. És én azt mondom, hogy azért ez mindenképpen nagyon nehéz helyzetbe hozta Magyar Péter. Most függetlenül attól, hogy még ezt mondom, hogy amit nem tudok állást foglalni, hogy ebből mennyi lehet az igazság, hogy egyáltalán alapvetően igaz, nem igaz, nem tudom. Ez már hitkérdés, azt hiszem, tehát azért, mint az esküdteknél. De ugye jelen pillanatban, most délbe beszélgetünk körülbelül, nem láttam még, hogy erre érdemben reagált volna a Facebook. Ez nála egyébként ritkaság, mert gyorsan szokott ugye riposztozni, hogyha valami ilyesmi történik. Tegnap röviden. Igen, de az még az előtte volt, tehát nem a műsor. Ja. Úgy érem, hogy az a műsor előtt volt. Hogy ennél gusztustalanabb, nem tudom, milyen támadás még nem volt a karaktergyilkosság a magyar politika történetben. Egyébként, nem tudom, egyébként azért ez ilyen szinten, tehát ennyire a magánéletre. Az kétségtelen, de nálam azért Hadházy viszi a szomszédgyilkos. Ezeket már lassan el is felejtjük, de nagyon durvák ezek, igen. És ezek hiteltelenítik is valamennyire ezeket a támadásokat, hiszen tudjuk, hogy amit Vona Gáborról állítottak itt, az se volt igaz, a Juhász Péternél is voltak olyan állítások, amik biztos, hogy nem voltak igazak, és még sorolhatnánk ilyeneket, tehát hogy ez a propaganda gépezet, ez a valótlanul filmet tudnám idézni, tehát hogy ez itt napi rutin a hazugság ennél a romlott rendszernél. De mondjuk például azért van nehéz helyzetben, mert ugye, ha most erre elkezd reagálni, és akár mondjuk tételesen azt mondja, hogy na, akkor az nem is úgy volt, meg én nem is olyan vagyok, akkor belemegy egy olyan utcába, amit ő nem akar, ő nyilván másról akar beszélni. Neki pont nem az az érdeke, hogy erről legyen szó. Ha viszont ezt nem teszi meg, akkor sokan értelmezhetik ezt, talán úgy, nem tudom, hogy nem azt mondja, hogy a hallgatás beleegyezés, de hogy tehát, hogy erre nincs igazán jó válasz erre, tehát ez egy ilyen ördögen kitalált történet ez. Tehát ebbe így nagyon csúnyaszóval beleállni azért elég nehéz ebbe a konfliktusban. Hát a MeToo mozgalom vadhajtásaiban is az volt a legfélelmetesebb, hogy amikor valakit igaztalanul vádolt meg a 25 évvel korábban valami filmnek a mellék segéd színésznője, hogy úgy ért hozzá abban a jelenetben, hogy, és aztán abban a pillanatban ugye ilyen napanként ömlött rá minden, tehát hogy oké, de pont ezért nehéz megítélni ezeket a történeteket, ám de viszont ellenben. Én próbáltam ezt, megnéztem tegnap este, és nekem őszintének tűnt a Varga Judit a műsor 90%-ában körülbelül. Voltak olyan részek, ami necces volt. Ezen nem gondolkodtam, de igen, az is, ott is érdemes kapirgálni talán. De 90%-ában, amikor a házasságukban belül történt dolgokról mesélt, ott nekem őszintének tűnt. De én ezt nem tudom megítélni megint csak. Oké, akkor újságírók, mit tudsz csinálni? Teszel három lépést, hát és megpróbálsz onnan ránézni a dolgokra. Segítséget kértem. Felhívtam olyan ismerőseimet, akik narcisztikus bántalmazó kapcsolatból jöttek ki. És azt mondták, hogy nekik is kerek a történet, hogy ez így működik. Ez egy ilyen sablon, mármint, hogy nem az, amit a Varga Judit elmondott, hanem ezek a figurák, ezek így működnek. Lehet, hogy rengeteg szakirodalmat lehet találni. És hogy ők elhitték, meg igenis, ők is így látták. Amennyiben így van,
És akkor itt nagyon nehéz innentől kezdve ezzel mit kezdeni, mert amennyiben így van, tehát most ugye azt a verziót nézzük, hogy Magyar Péter egy narcisztikus személyiség, aki valóban évekig terrorizálta a volt feleségét. Annak van-e a megítélés szempontjából szerepe abban, hogy mit gondolunk a politikai tevékenységéről? Tehát, mert, tehát mondjuk most ez a mint talán legyen az A verzió. A verzió, hogy Varga Judittnak igaz, és ez történt, akkor a Magyar Péterre mit gondolunk, mint politikai dimenzióban mozgolódó figuráról, aki egyébként most le akarja váltani nekünk a NERV-t, kvázi alternatívaként jelentkezik. Ez mindenképpen, hogyha nem reagál rá valami érdemben valahogy, még ha ez tényleg egy ördögi kör is, de ha nem reagál rá ezekre erre a másfél órás interjúra Magyar Péter valahogy, akkor mindenképpen bekorlátozza az ő mozgósítási potenciáját. Tehát, hogy azt gondolom, és ez talán jó is, ha ez bekorlátozódik, akkor, ha nem reagál rá sehogy se, és kvázi úgy tesz, mint hogy hát igen, felejtsük el, vagy lépjünk túl rajta, ilyen volt egy házasság. Viszont én azt szeretném kiemelni, hogy amit te is mondtál, hogy Varga Judit, hogy nem tudod, hogy mit, de elkezdted sajnálni Varga Judit. Miért? Igen. Igen. Hogy nem tudod miért. És hogy én nekem ez is egy fontos élményem, hogy igazából Varga Judit a bántalmazotti létből nem jött még ki, csak ott a bántalmazó. Nem tudjuk, hogy Magyar Péter az-e, de hogy nem csak ő, az biztos, mert a kormány is bántalmazza Varga Juditot, az fix, mert aki egy ilyen helyzetbe kényszeríti őt, túl azon, hogy egyébként odatolta a politikai prédának is Orbán Viktor a kegyelmi ügyben, tehát ez az egész, és ráadásul mit se törődve a három gyerekkel, csak azért, hogy most tényleg Magyar Péter mozgósítási potenciáját korlátozzák, tehát hogy ez... És erről meg nem beszél, tehát hogyha őszintén beszél erről, hogy Magyar Péter mit tett vele, akkor őszintén beszéljen arról is, hogy mit tett vele Rogán Antal, mit tett vele Orbán Viktor. Ráadásul nem vagyok pszichológus, de azért sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, meg én is sok mindent átéltem egyébként, mert felnőttem valahol, de hogy... Tehát azt mondja Varga Judit, hogy ő egy nagyon békés, szeretetteli, bensőséges és hibátlan családban nőtt fel, és ezért kapta be ezt a narcisztikus horgot. Holott szerintem az legalábbis a többségében ezeket a horgokat inkább már eleve egy sérült, ilyen a sématerápiának elemzése szerint mondják ezt, hogy egy mártír szerepbe hajlamosan beleesni tudó ember esik bele, aki nem csoda, hogy tényleg kifacsarja őt akár a kormány is. Csak szerintem az fontos, amit mondtál az előbb, ez a bántalmazó kormány. Nagyjából egyetértek. Tehát az mindenképpen elgondolkodtató, hogy három gyermek édesanyjaként ilyen szinten másfél órán keresztül, sőt ugye 1 óra 45 percen keresztül teregesse ki az ember az olyan szinten a családi szennyest, ahogy ez most tegnap itten elénk bugyogott. Szerintem ez védhetetlen, mert ha már minden áron bele akarnak rúgni a Magyar Péterbe politikai okok miatt, akkor is figyelembe kell venni azt, hogy a gyerekek, mert basszus, ezekből a sérülésekből ezek a srácok nem nagyon fognak tudni kijönni. Ez végig fogja kísérteni az egész felnőtt életüket, amúgy neki sérült, önök is egyébként. Ezt a sématerápiából tudjuk, hogy nincs tökéletes ember, mert nem volt senkinek tökéletes a gyerekkora valami, azt mindenki össze. Én elég sokat ráadásul. Na, de mindegy. Az én magánéletem, hál' Istennek, nem érdekel senkit. Szóval, ám de. Az a rész, hogy... politikai célokra használják ezt a történetet, az meg rendkívül sokat elmond a Fideszről, hogy mit is gondol a Fidesz. Ugye én ma reggel írtam a Koffeint, ez a Magyar Hangnak a ilyen napindító kis publicisztikája, és azt a fantasztikus izét tudtam a végére írni Bajár Zsolttal kapcsolatban, tényleg róla is beszélünk majd, mert hogy ugye Bajár Zsolt meg azt mondja, már 10 évet tudták, hogy milyen ez a Magyar Péter is, hogy milyen házasságban élnek a Varga Judittal. Ami azért felvett kérdéseket, amennyiben ez igaz, bár ugye Bajár Zsoltról beszélünk, na mindegy, hogy nem Isten, nem haza, nem család, csak a Fidesz. És erről szól ez a történet. Mindig minden a politikai hasznosság és a pillanat uralásának művészete oltárában feláldozva. Itt most épp 3 gyereket is odalöknek. Hogy azért ki a felelős meg, hogy az megint csak egy másik kérdés, mert ugye most
azzal kezdett Szabolcs, hogy a Hajdú Péter azzal kezdte a műsort, hogy hallgattassék meg a másik fél is, miközben a Magyar Péter egyébként még nem sok mindent árult el a házasságukról, tehát akkor mondjuk már minimum ilyen arányosan kellene meghallgatni minden felett, de akkor meg hogy néz neki az az egész, mi vagyunk, hogy bíróság, ülnénk a YouTube előtt is néznénk, és majd döntenénk, hogy kinek van igaza, hogy a fenébe. Mindegy. De hogy ugye azt mondják, hogy a Hajdú Péter azt mondta, hogy a Magyar Péter kezdte el kiteregetni a Szenyest. Igen, mert ugye ő volt az első, aki arról posztolt, hogy majd lesz ez a rendőrségi történet. Akkor már ez a fit propagandában ment ez az előverő szöveg. Okay, ez ment. De az már reakció volt, mert ugye a történet azzal kezdődik, hogy valaki ezt a rendőrségi aktát elviszi a Dezső kollégához. Ő kezdi el kiteregetni a Szennyest. Na most kiviszi el, és kiviheti el, és kijuttathatja el a HVG-hez ezt a dossziét a kormány. Tehát ezt a családi Szennyest, ami most idáig jutott, azt sajnos a családbarát Fidesz kormány kezdte a politikai okokból kiteregetni. Bocsánat, még eszembe jutott, hogy mit akartam mondani az előbb, amiért örültem, hogy közbeszakítottam, mert hirtelen lehet, hogy keveset alszom az utóbbi időben, és nem működik olyan gyorsan az agyam, de hogy Orbán Viktor is megjelent egy kicsit, hírszakosan nem néztem meg, van egy sáv, amit nem láttam belőle, de hogy egyszer mindenképpen megjelenik Orbán Viktor Varga Judit beszámolójában, hogy sok szerencsét kíván neki a miniszterelnök, mert azzal a felhanggal, tehát így sugallja az interjúban, hogy hát mert tudja, hogy milyen nehéz a pár kapcsolata, és hogy ahhoz kíván sok szerencsét. Tehát ez egyszerűen katasztrófa, hogy, de nem tudom, mennyire lehet gondolkodásra ösztön kérni az embereket ezzel kapcsolatban, de hogy ez egyrészt tényleg olyan gigantikusan démonikussá válik ebben a helyzetben Magyar Péter, hogy még Orbán Viktor is tehetetlen vele szemben. Hát miközben tudja, hogy akkor állítólag egy bántalmazó a Varga Judit férje, hagyja simán, hogy pozíciókat kapogasson, nem beszélve arról, hogy nem mondja azt, hogy te Judit, hát lép már ki abból a kapcsolatból, hanem azt, hogy sok szerencsét. Tehát egyszerűen ez úgy beteg, ez az egész szituáció, hogy van, és az a szomorú, hogy olyan ilyen betegnek nézik a szavazóikat is, tehát a legnagyobb bűnt a szavazóikkal szemben követik el. Na, de látod, hogy a közönség és hogy reagál. Tehát nekem félelmetes az, ami most kialakult a közvéleményben, hogy mondjuk így a népben, hogy egy ilyen történetet, amit amúgy is ugye nagyon nehéz megítélni, hogy most azt mondjuk, hogy esetleg bántalmazott nővel kapcsolatban, hogy rogáni propagandista. Miközben szerintem az a helyes irány, amit te mondasz, Kati, hogy ilyen dupla áldozat egyrészt már abban az esetben, ha de szörnyű ez az egész. Minimum. Tehát, hogy biztosan munkahelyi áldozat, és az még lehet, hogy családi áldozat is. Igen. Amit megmondasz, az megint csak fontos, hogy használja, és tényleg, hogyha Orbán Viktor ezt mondta, akkor valójában politikai célokra használtak. Egy nőt nemhogy, mert az a szállat egyébként lógva van hagyva, bár most csúnyán fogalmaztam be direkt, mert most Varga Judit így szállt le a bicikliről. Mert most Varga Judit cáfolta, hogy őket arra kérték volna a Karmelitában, vagy egyébként bárhol a Fidesz körei, magasabb köreiben, hogy tartsák fel a házasságukat azért, hogy a látszat és egyelőre ne váljanak el, most nem tenne jut a pártnak, de az még attól függetlenül az a szállat. De nem cáfolta, hogy pozícióban volt Magyar Péter, érted, hogy én vagyok a miniszterelnök, aki a hazaszeretet, és az Isten haza család, és kereszténység, és stb. És közben tudom, hogy az illető bántalmazza az én miniszteremet, hát elküldöm a bánatba, nem pedig ó, igen, diák, hitelvezető, meg ez az amaz. Hát könyörgöm, tehát hogy azért gondolkodjunk már csak. Tehát én remélem, hogy azért akarunk gondolkodni. Nem úgy tűnik, tehát, hogy itt olyan szinten az indulatok vezérlik a véleményalkotást, ami a véleményalkotás lenne, nem, hát itt mindenki azonnal a ítélet stempéjét csapkodja, ami szerintem itt most súlyos hiba, mert tényleg ezen kéne gondolkodni, hogy az alapvetően mégiscsak onnan indulunk ki, hogy Magyar Péter, mint politikai figura, és ezzel kéne kezdenünk valamit. Hát most épp ezen a tükrön keresztül, vagy ezen a torzításon keresztül. Azt hiszem, hogy valamikor régesen volt egy olyan kérdésed, hogy akkor ez milyen hatással lehet a Magyar Péternek a politikai pályafutására. És egyébként valóban itt ez egy lényegi kérdés, mert miközben ugye a Hajdú Péter is azt mondta, aztán most azon magyarázta, hogy ő erre a hangfelvételre meg Völner Sadlügyre nem kérdezett rá, az azért van, mert hát ez egy bulvár platform, mondta ő. Na, de hát azt tudjuk, hogy azért mégiscsak egy politikai térben lévő történetről beszélünk, tehát hogy, és ezért
tehát van egy olyan rész, amit te is mondtál, hogy amit Varga Judit előad, az mennyire hiteles, és hogy mondjuk akik hasonló helyzetet értek át, azt mennyire látják hitelesnek. Ez nyilván egy nagyon erős megközelítés ennek a dolognak. De ha magát az egészet nézzük, hogy ez hogy épült föl, akkor maga az egész szituáció a hamis. És hát itt a Varga Juditnál sincsen semmi spontaneitás, mert hogyha mondjuk azt, hogy a Magyar Péter a maga politikai színrelépését, ezt mondjuk akár ilyen lehet dicséretként is, meg vádként is mondani vele szemben, hogy látszik, hogy jól megtervezett, ugye lépésről lépése halad. Bizony a Varga Juditnak a fellépése is meg van tervezve. Most lehet, hogy ezt ő tervezte meg, lehet, hogy mások tervezték meg, de hogy ez... Tehát ugye először meg, mikor ez az egész rendőrségi ügy elkezdett így megjelenni, akkor posztolta ki azt a videót, ugye, ami a kapcsolati erőszakról szólt. Tehát ez egy elég világos üzenet volt. Majd elkezdett aztán ő is kiteregetni, és ő is kulminálódott ebben a nagyon hosszú és mégis nevezzük így is voltan kínos interjúig jutottak el. Tehát ez is egy megtervezett akció, és még ezt mondom, ennek nem az a letett a célja, hogy ő itt valami fajta igazságot szolgáltasson saját magának, mert ő tulajdonképpen azt mondta már, hogy ő már egy szabad nő, aki kiszabadult ebből, ő boldog kapcsolatban él, tehát ezt mondja. Ezt mondta egyébként korábban is, de ezt most hagyjuk tényleg, tehát nem akarok ilyen szintre lesüllyedni. De akkor ennek meg is mondom, hogy egyetlen egy célja van, és ez nem az ő személyes célja, ez is nyilvánvalóan, hanem tudjuk, hogy egy politikai cél, ez a Magyar Péter lehetetlenítése, hiteltelenítése. És ilyen szempontból ennek az egésznek van egy üzenet, ami már nem csak róla szól, hogy ez megint üzenet mindenkinek, aki esetleg, ha mondjuk Magyar Péter elbukna, ha valaki más elkezdene gondolkodni azon, hogy hasonló utat járjon be, bizony ez egy nagyon erős üzenet arra, hogy függetlenül attól egyébként, még ezt mondom, hogy mi igaz ebből, mi nem igaz ebből, hát eddig is tudtuk ezt, de azt gondolom, hogy most még erőteljesebben megbeadta az emlékeztető oltást a magyar társadalomnak a fideszes propaganda, hogy na akkor erre számíthat. Hogy akkor nincs határ, tehát hogy akkor mindent előszedünk és szétszincálunk téged. De ugye azt, hogy az ő politikai pályafutásával milyen hatással ezt jelen pillanatban azért nem tudjuk megítélni. Azt gondolom, hogy nyilván káros, nyilván sokakban minimum a bizonytalanságot beleülteti ez. Akik eddig se kedvelték, azok nyilván megerősítést nyertek erről, hogy na, hát tényleg erről van szó, ennyiről van szó. Nyilván majd április 6-án, mikor lesz, már nem tettük ez a tüntetés, az egyfajta válasz lesz, hogy tud-e szintet lépni, már itt tömegtekintetében, legalább azt hozni, amit március 15-én láttunk, vagy sem. De nyilván ez sem lesz végleges válasz erre a kérdésre, nyilván ez most már ő teherként vinni fogja magával, akármit csinál. Na várj, már annyi minden fontos dolgot mondasz, hogy Már nem úgy emlék több volt. Nem, mert tényleg, az egyik az a hogy a propaganda hogy épült föl. Ah, igen, hát de a propagandának a menetrendjét már tökéletesen ismerjük, hogy mikor lépnek be, melyik körök, mikor jönnek a politikus. Azért Gulyás Gergelynek az a felolvasott cucca, az kemény volt. Szóval ott a csávó, az megöngyi volt a magát lelkileg szerintem. A Válasz Online podcastjében hasonlítottak egy ISIS videóhoz, de tényleg ugyanezt jutott nekem is eszembe, hogyha úgy állt volna, hogy a friss üzével, népszavával, mert nincs már nagyon magyar nemzet, bocsánat. Nem a népszavával, mert ugye ISIS videó, tehát akkor mindegy, ez már bonyolult kép volt. Szóval, hogy egy friss újság volt, én is azt gondoltam, hogy itt valami túlz dráma zajlik. Borzalmas volt nézni ezt a figurát, ahogy ezt elnyekölte, ezt a pár gondolatot. Na, ami nem az ő gondolatai egyébként valószínűleg. Szóval, hogy melyik... Bízunk benne, hogy Hajdú Péternél nem fog ő is egy másfél órás látogatást tenni, amikor leépülnek az acsenyek. Ja, na, nem, semmiképpen nem. Hogy... Vajon Hajdú Péter meg fogja hívni? Ne zavarj meg bele, hogy a propaganda ott épült el. Abban a pillanatban, amikor... Hogy hallgattasok a másik külső, bocsánat. Ugye... Te az ügyészségen. Jól van. Mostanában, múlt műsorban is mindig olyan vendégek jönnek, készüljek ide. Na, csendben fegyelem. Nem, el fogom felejteni, hogy a propaganda igen, hogy épül föl. Abban a pillanatban lehetett tudni, amikor Magyar Péter ugye ilyen proaktív védekező módban posztolt arról, hogy majd ez a rendőrségi bántalmazós ügy lesz a főcsapásvonal, és a Varga Judit pedig kirakta azt a Nanés korábbi filmecskét, ugye azzal a rövid üzenettel, hogy van kiút, amit most is mondott egyébként. Abban a pillanatban lehetett tudni, meg mondtuk is, hogy jó, akkor tudjuk, a propagandának ez lesz a főcsapásvonal, azért bántalmazó Magyar Péter. És ilyen szempontból tök igazatok van, hogy Varga Judit
bántalmazva van a hatalom által, úgymond, mert most politikai eszközként használják ebben a jó előre kigondolt történetben. Ez az egyik. Ettől függetlenül még lehet, hogy ő valóban egy bántalmazott nő, és mondom, nekem őszintének tűnt, amiket mondott. Ez egyik, a másik, az ide csatlakozik, hogy ugye azt mondod, hogy mikor hazudott meg, mikor nem, és melyik az igazi Varga Judit, és mert nem akarsz lemenni olyan mélységbe, hogy most ezen morfondírozunk, hogy akkor hogy is volt az ő családról nyilatkozatai. Azért, akik ilyen bántalmazó kapcsolatban élnek, és aztán kijönnek belőle, pont azzal szembesülnek, hogy, és azért nem tudnak kijönni sokáig belőle, hogy nem hisz nekik senki. Mert kifelé ezek a figurák, ezek megnyerőek, okosak, szeretnivalóak, szellemesek, humorosak, cukimuki. Most hát neki hittek sokan. Bajer Zsolt hitt neki például. Rendben, csak mondom, hogy itt azért nem hoznám be ezt a szállat, mert ez is egy ilyen... Reagálhatok sém, erre? Persze. Hogy egyébként azért az is undorító ebben a rogáni propagandában, pláne ha igaz, de ha nem igaz, tehát minden, hogy undorító, hogy ugye ez a kormány azt képviseli, hogy az igazság erő nélkül keveset ér. És hát látjuk, hogy nem az elesettekért áll ki, a menekültek, a társadalmi kisebbségek, csomó minden, tehát megkapja magáit rendesen, le lesznek pedofilozva, homoszexuálisak, tehát mindenki hajléktalanokra rendült küldenek, tehát hogy ez a valóság, és mindeközben, tehát, hogyha mondjuk olyan ikonikus figura, nem akarom nevét mondani, de hát jól ismerjük, katolikus pap holdudvarában történik egy bántalmazás, akkor mi történik? Díjjal tüntetik ki, hogy meghurcolja a balli média ezt az ártatlan papot, mert hogy valakit nem vizsgáltatott ki időben. És hát én katolikus vagyok, én tudom, hogy ezzel kell szembenéznem, és tükörbenéznem azzal a tudattal, hogy mit titkolt el nagyon sok ideig, és Magyarországon még azért titkolnak is el nagyon sok ideig. És hogy most ők, akik az áldozatokat általában kigúnyolják, kifigurázzák, el akarják hallgattatni, és hogy a párt és az egyház érdekében hallgassatok, mert nem mocskoljuk be ezt a szent intézményt, most ők kiáltanak, hogy bántalmazott takért álljunk ki. Hát én kiállok értük, de akkor ők, ti mit csináltok közben? Igen, ez is egy ilyen rossz, plusz rossz szájízt ad ebbe a történetbe, ahogyha az ember próbál független nézőként tekinteni az eseményekre, hogy azért nem felejtjük el, hogy a Fidesz hogy viszonyult eddig ehhez a családon belül is kapcsolatban. Tehát nem hiszem, hogy megváltozik, mert akkor lényegét tekintve, tehát hogy ugyanezt persze fogja csinálni, ezek után is rendőt fognak küldeni a hajléktalanra. Hát is. Mert Iványi Gábort beperelik. Igen. Mindegy, nem mindegy, csak hogy az azért nehéz megítélni ezt, mert egyébként az áldozatok pont azért tudnak hosszú ideig áldozattá válni, mert nem hisz nekik a világ, még a rokonai barátaik se nagyon, és ezért nem tudnak kiállni a történet, nem tudnak előjönni a történetükkel. Belug Zoltán se, és ezért inkább kegyelmet kér a KND-nek, aki szintén mosdatni akarja a pedofilt. Tehát, hogy és a kúria ítéli el, és erre azt mondja, Novák Katalin egy olyan embernek ad hát kegyelmet, írja, hogy káromkodsz, jaj. Katalin egy olyan embernek adnak kegyelmet, aki azt mondja, koncepciós perz a saját országában. Tehát, és ezek után jön a Varga Judit bántalmaztak, a kormányom szeme látára bántalmaztak, és a kormányom nem szólt semmit, ti ellenzék, ti vagytok a rosszak. Tehát ez egész egy katasztrófa. Az. Igen, tehát ez tényleg, bocsánat, amit mondtál, ott nem az, hogy megdől, csak hogy ott kap mondjuk egy árnyalatot, hogy tehát most azt mondja, hogy az ötös számú pártakönyv azt mondta, hogy 10 éve tudjuk, és hogy elfordultunk tőle. Most épp hogy nem elfordulni kellett volna, hanem odafordulni kellett volna, és valamit valóban cselekedni kellett volna. Tehát ezek szerint mindenki Varga Juditnak hitt a saját környezetében, és mégis ez az történt, ami történt, vagy nem történt, ugye ezt megint csak ilyen nagy zárójelbe kell tenni. Tehát azt mondom, hogy ez egy olyan történet, amit akármerre csap a Fidesz, ugye valahol mindig saját magát is orba csapja. Csak most akkor a baj, hogy ez már nem számít. Tehát, hogy most itt egyetlen egy cél van, a Magyar Péternek a kicsinálása, és ezért semmi sem drága, ezt is látjuk. És még ezt mondom, hogy aztán, hogy ez mennyire lesz eredményes, vagy nem. Ez biztos, hogy az ő nem túl hosszú, de annál, hogy mondjam, meredekebben felfelő politikai pályafutásának, mert most már erről beszélünk, nyilván ez a legnagyobb kihívása. Szerintem engedjük el most már ezt, mert az a gyanúm, hogy fogunk még erről beszélni, hogy ez most nem ért véget tegnap este, ez a családon beli erőszak, bántalmazós, narcisztikus epizódja, ahogy az egész történet se.
próbálok én ebben valami pozitívumot találni, hogy legalább hát, ha egyáltalán szó a téma terítékre került, de nem jó került terítékre, ilyen szempontból nem lehet benne pozitívumot találni, és mi lehet az üzenet azoknak az embereknek, honfitársainknak, akik hasonló helyzetben élnek per pillanat is, vagy meg évek óta is. Ha Varga Judit nem mond igazat, akkor az egy szörnyű üzenet az, hogy el lehetetleníti ezt is, és idézőjelbe teszi az ő történetüket is. Így van. Ha meg igazat mond, akkor meg bejön az a rész, amit mondtál, Kati, hogy Orbán Viktor kitartást kívánt a kapcsolatához, hogy akkor mire számítson ő, a névtelen senki, akinek szintén nem hisz nagyjából senki, hogyha majd előáll. Tehát, hogy ebből nem lehet jól kijönni, és ezért szörnyű, hogy most így kell beszélnünk erről. Na, te! De bocsánat, még csak egy pillanatra, hogy ne csak a bántalmazott párkapcsolatban élőknek üzenjünk bátorítót, hogyha igaz, és Magyar Péter tényleg egy szörnyű bántalmazó, és akkor kipukkad ez a lufi is, és én, tehát a bántalmazott magyar polgároknak üzennék, akik már szabadulnának ettől a rendszertől, hogy azért egy pozitív tanulsága van ennek a Magyar Péter jelenségnek, hogy mit akarunk mi választók, politikai bátorságot, és ezt nem kaptuk meg eddig az ellenzéktől, és ha ezt eltanulják, ettől a lehet, hogy negatív politikai figurától, aki most megint hiúan ébresztette fel a reményünket, akkor újra jöhet majd egy olyan politikai szereplő, aki viszont nem nőverőként, most bocsánat, itt túlvozok, itt az idézőjel, nem negatív figuraként, de mégis majd hathatós politikai mozgalmat tud építeni. Egyébként ilyen politológiai technokrata szemmel tekintve az elmúlt hetek eseményeire, ki gondolta volna néhány héttel ezelőtt, hogy ilyen csavarok, és nem a konkrét eseményekre gondolok, hanem hogy a Fidesz népszerűsége onnan oda kerül, hogy az ellenzék úgy viselkedik, ahogy, hogy hirtelen a tömegek, akik eddig nem találták meg, vagy nem tudták becsatornázni magukat. Hát ez nem túl szép kép, hogy a politika váltás, vagy az ellenzékváltás és a kormányváltás megoldhatatlan dilemájában vergődők végre találnak egy útvonalat, egy irányt, és akkor ugye ezért van egyfajta messiás várás valóban, hogy milyen tömegek vannak tulajdonképpen emögött, mert eddig őket nem nagyon láttuk, ugye az influencer tüntetésen azért már láttuk, bár ugye az másként meghirdetve, de mégiscsak egy kicsit hasonló. Tehát, hogy ezekre nem gondolt senki hetekkel ezelőtt, hogy azért a magyar társadalomban ilyen dolgok feszülnek. És akkor itt menjünk, mert mind a ketten jót mondtatok. Most talán kis ticsérő vagyok, ma nem tudom. Te is jókat mondtál. Na, halleluja, testvér. Húsvét van. Jó, a téged meg. Hogy, ja, igen. Hogy akkor nézzük ezt meg. Induljunk onnan, amit Szabolcs mondtál. Reihert János mondogatja időnként sokszor, hogy nem csak a kormányt, hanem az ellenzéket is le kell váltani, és akkor én mindig azt mondom, hogy oké, János, nagyon jó gondot, de hogy? És akkor ott nem nagyon van neki erre forgatókönyve. Igazából nem neki kell az elmélettel, de hogy mégiscsak. És akkor ilyenkor szokott szóba jön ez, majd jön egy figura alulról, és akkor majd így megmozgatja. Nem alulról jön, hanem jobbról belülről jön. Igen, de ezt már elfelejtettük neki. Mindegy, ettől függetlenül mégiscsak egy hasonló, egy picit hasonló a jelenség. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a másik műsorban, ami kötött fogás, ugye is előttünk van, már most elvitelek utánuk, hogy figyeld meg János, hogyha lenne egy ilyen figura, abban a pillanatban pont egységes mennyiségű szart kapna a nyakából, úgy a kormánypropagandától, mint az ellenzéktől, és valami nagyon hasonlót is látunk. És azt szeretném kérdezni tőled, Szabolcs, hogy szerinted miért lövi, meg tőled is Köti, csak téged nem böködlek meg, főleg egy ilyen téma után, ugye, hogy miért lövi ilyen erővel a Fidesz Magyar Pétert, miközben ugye már vannak mérések, és bár még meglehetősen friss az össztársadalmi élmény, miközben azt látjuk ezek alapján, a mérések alapján, hogy leginkább ő az ellenzékből szakít ki darabokat, és vonz magához, ugye a bizonytalan ilyen, olyan meg talán elszántott a bevezéket is, és a Fidesznek a választótáborát ő személyesen ugye nem tudta még elérni, vagy nem éri el, és lehet, hogy nem is fogja elérni. Persze a jelenség elbizonytalaníthat Fidesz szavazókat, de hogy ő nem tud beleharapni a Fidesz táborába, onnan nem lesznek szavazói. Akkor nem az lenne az érdeke a Fidesznek, hogy ho-ho, de jó, hogy itt van még valaki, aki aztán még pusztítja itt az ellenzék sorait. Azért nem ez a Fidesz érdeke, mert a Fidesz érdeke az a status quo, amit mondjuk a kegyelmi botrány előtti láttunk, és egyébként már hosszú nagyon jóta látunk. Tehát, hogy azt alapvetően megbolygatni, az nem jó a Fidesznek. Tehát az ellenzék a Magyar Péter fellépése előtti állapotában az tökéletes volt a DK
kvázi vezető szerepével. Nem nagyon beszélünk ugye a Mi Hazánkról, nyilván ők ebben a történetben különösebben nem is érintettek. Szerintem ők is célozva vannak egyébként a Magyar Péter jelensége által. Meg lehet egyébként, de róluk most ilyen szempontból nincsen szó, és azért az biztos, hogy ők szerintem egy elég látható eredmény fognak az EP választáson elérni. Tehát, hogy Budapesten is erősek, nekem az agyam. Úgyhogy... Rájuk lehet a budapesti Mi Hazánk szavazókra, pláne Magyar Péter jelenség, de... Annyit akartam mondani, hogy a Fidesznek ez a jó van ez így, ahogy van. Ez az ő politikája, és minden, ami ebbe is ilyen látványosan megkavarja. Tehát azért azt látjuk, hogy ez a Magyar Péter sem kellett, hanem elég volt a kegyelmi, úgyhogy akkor teljesen felborult a Fidesz politikai menetrendje. Tehát, hogy ugye Tőrő Gábor mondta, hogy milyen nagy áldozatokat kellett hoznia, milyen veszteségek érték a Fideszt, és egyébként elképesztő káderhiány van már, az látszik. Tehát, hogy ugye azt mondta, hogy Gulyás Gergely szerintem már politikailag, tehát hogy nem tényező, tehát ő is megbukott. De hogy... Tehát nagyon kevés most már az olyan intakt figura a Fideszben, és egyébként akkor egy szót mondhatunk Rogán Antalról is, mert szerintem azért ez őt is nagyon megkarcolja ez az ügy. És nem azért, mert miatt a hangfelvétel miatt nyilvánvalóan nem állt fönt az a lehetőség, és nem is ez fog bekövetkezni mostanság, hogy ő fogja a magán repülőgépet és elmegy nem tudom hova, jó messzire. Hanem mert azért, és Orbán Viktor nyilván érzékeli, hogy óriási szolgálatokat tesz, tehát ő kulcsfigurája ennek a rendszernek, ő azért nehezebben pótolható figura, mint akár Novák Katalin, akár Varga Judit. De azért tehertételő már. Tehát, hogy azért a fideszes körökben is azért azt tudjuk, hogy aki még az elkötelezett szavazás nagy része azért, tehát a Rogán Antal szóba kerül, akkor tehát az ciki. Nem annyira szeretik valóban. És ezt nyilván Orbán Viktor is tudja, és lehet a szituáció, amikor ez fontosabb lesz annál, mint hogy egyébként hát ezeket a kampányokat egyébként az ő szempontjából hatalom technikailag, hát nyilván a morált azt most hagyjuk, de azokat ugye le tudta vezényelni. Visszatérve, hogy ha Mi Hazánkot fejtsem ki, azért, mert tehát a Mi Hazánkot kezeljük külön a politikusait a választóktól, mert a választóik, mert a politikusaikról az a véleményem, hát nagyon nem fejtem ki túlzottan, de hogy alapvetően azért például Torockainál pláne, tehát hogy nincs túl messze a NER-től. Viszont a szavazóik, azok ellenzéki szavazók, mert különben a Fideszre szavaznának, és én akiket ismerek mondjuk ott a Jászságban, Mi Hazánk szimpatizánsokat, Mi Hazánk szavazókat, azok ellenzékiek, akár még önkormányzati választásnál is tudnak ellenzékiek lenni, tehát hogy... És rezonálnak erre a se Orbán, se Gyurcsányra, ráadásul nézzük meg Magyar Pétert, nem Petőfi, vagy lehet Petőfi verseket is, két Vas Albert verssel örvendeztette meg a követőit, és szerintem még rengeteg sok belpesti értelmiség is nyomta a lájkot, hogy igen, Vas Albert, és nem láttam azokat a kommenteket, hogy de az egy háborús bűnös, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon szép missziót képvisel, hogy kicsit megértőbbé teheti a belpesti értelmiséget is ezzel a szubkultúrával szemben, mert tényleg nem mindenki náci, aki szereti Vas Albertet. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy tehát a Mi Hazánk szavazókra rezonál, Mi Hazánk szavazók rezonálhatnak Magyar Péter jelenségre. Lehet, azt nem tudjuk, igen. Hogy egy kicsit viszont másra is válaszolnék, mint amit felvetettél a messiás városozással kapcsolatban. Nem tudom miért, még elemzem magam, vagy hát ez nagyon mélyen érint, és nagyon, nagyon megvisel, vagy nagyon nem is megbántva érzem magam ezáltal, de valahogy ilyen, hogy ilyen azok, akik most, tehát az, hogy lelkesedni, vagy támogatni egy politikai vezért, hogy ez ilyen, sokan úgy mondják, hogy ez ilyen agyatlan, éretlen, hogy ilyen fejletlen polgárok, így tényleg csak egy vezérre vágyunk, tehát hogy helyezkedjünk a magyar polgárok helyzetébe, akik szeretnének a kormányváltást, vagy nagyon rosszul érzik magukat ebben a rendszerben. Hát valakire óhatatlanul várni kell. Szerintem az igazi messiás várás nem az, hogy az első futóbolondnak is adunk egy esélyt, mert hát, ha csinál végre valamit, hanem a messiás várás az, amikor fanyalgunk, mindenkit lepontozunk, és azt várjuk, hogy egy olyan valaki lépjen ki fehér lovon, aki Hont Andrástól kezdve Mérőverán át
nem tudom, kiket nevezzek még jellemző célcsoport, Vásárhelyi Márián keresztül, a vidéki gazdákig mindenkinek egyaránt tetszeni fog. Szerintem inkább ez a messiás várás, hogy várjuk eltartott kisujjal a fotelünkben, hogy jön majd egy tökéletes figura, akire nem lehet a propagandának semmi, mert makulátlan és soha nem csinált semmit, és az égből szállt alá egy ma született bárány. Tehát szerintem ez a messiás várás nem az, hogy egyszerűen tényleg bárkinek adunk egy esélyt, csak csináljunk már valamit is, ráadásul. Azért is emlegettem a politikai bátorságot, mert ugye én Márki-Zay Péter már, és ezt is mondják, ó, nagyon mélyre ment övön aluli ütést kaptam, hogy én kiírtam a Facebookra, hogy hajrá Péter, és akkor odaírták nagyon vicces, hogy melyik Péter, mondván, hogy én ez a, az a, mint a Brian életében is van, hogy igen, követtem már párat, már mint mesiást, igen, köszönöm szépen, de hogy itt az van, hogy egyszerűen nem tudunk máshogy politizálni, mint hogy szavazni kell emberekre, tehát szavazhatok magamra, de hogy attól mindenki magára szavaz, akkor nem lesz kormányváltás. Tehát, hogy itt az, hogy én szemben Márki-Zay Péterrel Magyar Péter valamire kért támogatást. Márki-Zay Péter egy ígéret volt, amit aztán nem tudott beváltani. Én is nagyon bíztam benne, hogy eljutunk addig, hogy ő egy hiteles és tisztességes kormányt, szakértői kormányt fog vinni, de nem jutott el addig, nem tudott letenni a teljesítményt az asztalra. Csak volt egy ígéret. Magyar Péter pedig már eljutott addig, hogy egy-két teljesítményt is tett, amihez kért támogatást. Tehát, hogy ez óhatatlan, nem tud anélkül működni egy demokrácia, hogy vagy csoportosulnak emberek és szavaznak valakire, tehát hogy nem mindenki magára fog. Na menjünk bele egy kicsit akkor ebbe. Szerintetek melyik párt a, most amikor a műsort felvesszük, még nem tudjuk, ugye azt ígérte Magyar Péter, hogy egy-két napon belül nyilvánosságra hozza, hogy melyik pár. Magyar Műnök pártja, nem csodálkoznék is. Nem, na ez volt a gonosz, nem a izé. De amikor neked azt írták, hogy melyik Péter, azt mondta, az vicces volt, nem ebben alul. Hú, nekem nagyon. Szóval, hogy ki jöttnek szóba, hogy mely pártok jöttnek szóba. Ugye azt mondta, hogy a parlamenti pártokkal nem, tehát a nagyok úgy mond, mondjuk nagyok is a párbeszéd, hogy akkor azok kirakva a lehetőségek közül. A másik oldalon meg van rengeteg magyar párt, ezek ugye általában választásakkor szoktak előkezni, rácsodálkozni. De csak az egyik lesz, magyar párt. Na? Hát igen. Hogyha, ha előre készült volna az indulásra, szerintem megcsináltam volna. Ennyi egyébként, MP, magyar párt, teljesen jó. Listavezető MP, minden. De most esküszöm, hogy jó. Hát nem kell túl, de te nem kell túl bonyolítani, hát minek magyar párt. De most miért vicce? Csak az a baj, ugye nem hozhatja már létre. Tehát, hogy hát ez... majd utána létre. Mi se készült annyira, igen, előre. Igen, ez a... Nem, várjátok, mert azt mondta, hogy ebből a Talpra Magyarok közösségéből pártot fog szervezni. Csak azzal nem indul el az EP-n. De azzal nem tud elindulni. De most már el akar indulni, és ez viszont egy másik párt kell. Én teljesen értem, de neki nem kell ebbe a pártba semmit csinálni, hanem mondjuk a lista vezetője lesz adott esetben. És akkor mindenki nyer ezen a bizniszen, mert ő elindult a LP választáson, és be is juthat adott esetben a parlamentbe, az nem tudom, az mi mit nyernék, mindegy. Ez gonosz? Nem gonosz. Ez reális kérdés. Mit nyernék az? Mindegy, most nem menjünk el, bocs, én ott voltam saját magam. Másrészt meg utána megszervezheti aztán, és ez a kispárt, adott kispárt is nyert azzal, hogy a hirtelen nagy népszerűségét behozza, tehát ők, de szóval ez egy vémény helyzet lehet adott esetben. Na, de melyik pártnak? És akkor mi marad? Noném pártal, ami eddig nem került soha sehol szóban, szerintem nem igazán érdemes összeállni. Én ismerek egy felajánlkozást számomra hiteles szemétől, aki bedobta a nyilvánosságban is, mármint a nyilvános nem túl nagy közegében, hogy ők létrehoztak pártot, és nem zárnám ki, hogy például velük is egyezkedik, meg egyébként én nem zárom ki azt is, hogy például a Márki-Zay Péternek is ugye van pártja, és a Márki-Zay Péterrel kapcsolatban kritikus Magyar Péter, de nem ilyen rombolóan kritikus, tehát egyszer, amikor nem tudom már melyik interjújában mondott Kati, is olyat. Most őszintén, te, aki nagyon jól ismered a Márki-Zay Péter mozgalmát, kicsit őt is. El tudod képzelni, hogy Márki-Zay Péter és Magyar Péter, akiket csak egy Z betű választ el egymástól. Nem, ott az a probléma, ez hogy Márki-Zay Péter... Két nagyon durva tudás. Márki-Zay Péter, igen, tehát hogy az lenne a probléma, hogy Márki-Zay Péter nem lépne hátra. Tehát, hogy de hogy szerintem, tehát hogy már be is vallotta a Magyar Péter, hogy megkereste őt rögtön a Márki-Zay Péter mozgalma. Tehát azt mondom, hogy ezek az opcionális lehetőségek, és tényleg vannak azért olyan mikropártok, vagy nem a pici pártok, amik léteznek, és őket, tehát nem csak párbeszéd, meg ezek is mikropártok, bizonyos szempontból az LMP, de hogy vannak még ennél is mikropártok. Igen, az már az elektronok szintje. Igen. Hogy
Ja, igen, itt például mennyire szomorú, hogy a pálinkás pártja nagyon tisztességesen az egyedüli párt volt, aki felszámolta saját magát. Szerintem most tökéletesen jönne. De pedig neki is csak saját magáról kellett volna elnevezni a pártot, és már is lett volna szavazói, ne? Pálinkás. De most mondjuk meg, hogy melyik lesz ez a párt? Nem, csak hát az a dolgunk, hogy itt a nagyaljunk a közélet jelenlegi állapotjáról, és akkor én is ezen agyaltam, hogy nagyon, tehát ilyen névtelen pártot a nevére venni, úgymond, vagy Fidesz, beszállni csak ne? Azért. Ja, majd a visszanyítették. KDNP, nem létező pártok, Itt jogi problémák lennének csak. Na tehát, hogy akkor... Nekem biztos, hogy a KDNP ezt akarná. Vona Gábor... Hőgényi György szerintem akarná, mert bemaradhat a Brüsszelben. Na, bocsánat. Jó, Vona Gábor, igen, hát... Azt mondja, elfelejtettem már, hogy milyen pártok van, mert te nem csak Jakab így életet változtatok. De Jakab Péter, igen. Péter, annyi sok Péter, Ungár Péter, Jakab Péter. Iszom, de ez most tényleg vicc volt, hogy a Szanyi Tibornak is van pártja. Pálinkás párt, Mesterházinak is van pártja. De egyébként, hogyha nem, egy komoly ötletem van, csak nem biztos, hogy most nekem kell itt ötleteket adni. Hát, hogy, nem ötleteket adsz, hanem... Csak hogy én lennék Magyar Péter, akkor lenne egy párt, amit én megkeresnék, tehát ha az még létezik, persze. Na. Hát van ez a új kezdet, vagy Gémesi György, meg ez a társaság. Tehát velük nem tudom, tehát hogyha én... Ott értékrendileg is szerintem az úgy többé-kevésbé stimmel, és na jó. Vannak polgármestereik is, tehát hogy már úgy vidéki beágyazottság, tehát hogy talán, de még ezt mondom, hogy most mi beszélgetünk erről, tehát fogalmam sincs, hogy tippeket csak akarok adni, mert hát... Vagy a kis gazdák. De abban van annyi, mint a mű, nem? Hát és mennyire szomorú. Szétszakadtak ezer felé, hát a fene se tudja már. Ahogy volt az MDF, de az átalakult Yes-é, de a Yes, meg nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e még. Szóval az nem is jó irány, tehát az... Lehet, hogy már csak egy jég. Azért hát visszaneveznék MDF-re, azért annak vannak jó nevez konnotációi. Na. Magyar Demokrata Fórum. Ez rossz. Jó van. A húsvétről kellett volna még beszélgetnünk, de beszéljünk azért a húsvétről. Meg ugye van egy cikkünk, amit említettem. Hát ha már említettem, az aminek tulajdonképpen beszéljünk róla. Nagyon durva és szomorú és dráma és tragikus történet. Azt mondja, hogy nevelőszülők a gyanú szerint március elején halálra vertek egy 2 éves kisfiút Hajdúhatházon. Hogy erről semmit sem hallani, ez a cikknek a lídje, azért így olvasom föl. Nem véletlen, az ezer sebből vérző gyermekvédelem ugyanis a feltárás helyett továbbra is az elhallgatás jellemző, teljes hírzáratot rendeltek el az eset kapcsán. És ugye a Magyar Hang a kisfiúnak a családját kereste föl. És rengeteg kérdés van ebben a cikkben, már mint témaként, és mindjárt ott kezdődik az, hogy Magyarországon hogy emelnek ki gyerekeket családokból, miért emelnek ki gyerekeket családból, ugye szegénység miatt elméletileg nem lehetne, de az esetek egy jelentős részében azért. És ilyenkor van az a kérdés, ami teljesen egy jogos kérdés, hogy rendben az egy nyomorult körülmények között él, már nem rendben, nem úgy rendben, hanem az eljárás szempontjából, meglehetősen akár még embertelen körülmények között élő gyermekekről van szó, és maga a család ugye úgy él. De amikor bekerül abba a másik meglehetősen embertelen rendszerbe, amit a bicskei példa is mutatott, meg a magyói példa is mutatott, és még csak nem is kell ahhoz ilyen durva, bántalmazós, szexuális visszaélés történeteknek történnie ott a falak között, hogy a hétköznapok embertelenek legyenek, mégiscsak melyik hova teszi az ember a mérleg, vagy merre villan a mérleg nyelve. És az azt mondom ebbe, hogy a mérleg nyelvének nem kéne billegnie. Annak kéne lenni a gyermekvédelmi rendszernek, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogyha bármilyen családból kiemelsz egy gyermeket, akkor ő jobb körülmények között fog kerülni. Ezt nem a magyar állam, ezt talán a nagy család és gyermekvédelemben baromira nem tudja nyújtani. Hogy kezdjem ezt a nagyon szomorú témát, egy a pici optimizmussal kicsit rácáfolva, hogy azzal kezdted a beszélgetést, hogy hát már mennyire elterülődött a figyelem a gyermekvédelemről. Kezdjük ott, hogy igazából soha nem volt a figyelem a gyermekvédelemmel, mert ez egy klasszikus egy olyan téma, ami egyrészt a reménytelensége miatt is, másrészt pláne a mai apatikus helyzetben, tehát hogy nem volt soha a homloktérben. Igazából most kerül be homloktérbe, nyilván kitakarja sok minden, hogy a Bicskei gyermek otthon áldozatairól beszéljünk, de azért jegyezzük meg, hogy volt egy egyperces csend, még Magyar Péter tüntetésén is, tehát hogy Magyar Péter se csak mindig narcisztikusan saját magáról beszél, hanem például eszébe jutott azért a Bicskei gyermek otthon áldozatai. Nagyon rossz példa volt.
Mármint, hogy de mindegy, bocsánat, elnézést, akkor rossz példa volt. De hogy visszatérve erre, de hogy például, amikor Porcsalmán történt az, hogy nem látták el rendesen a kisgyermeket, és elhalálozott, és az is egy tragikus eset, vagy ez is. Én szerintem azért van, növekedett az érzékenységünk erre a témára, és nagyobb publicitásra képesek ezek a hírek, az újságírók talán jobban merik megírni ezeket, mert azért rezonálunk rá, nyilván korlátozottan, tehát hogy egy hangfelvételre sokkal többen fognak mindig is kattintani, mint arra, hogy mi történt egy ilyen ügyben, de hogy én inkább van bennem egy olyan reménység, hogy ez jobban ott marad a figyelemben. Önmagában, ha arra gondolunk, hogy tényleg százezren kimentek egy csak erre ezért meghirdetett tüntetésre, és ezek az influencerek, biztos vagyok benne, hogy igyekeznek majd napvilágon tartani ezt a témát, én azért van bennem egy apró reménység, hogy ebből egy kicsit talán elmozdulhatunk valamilyen irányba. Igen, hát az a helyzet, hogy amit ugye a gyermekvédelem, meg családvédelem, erről nagyon sokat hallottunk a kormányzat részéről, beleértve Varga Juditot is természetesen, csak hát az a helyzet, hogy a Fidesz alapvetően mindig is mást értett ez alatt, mint amiről mi most beszélgetünk. Tehát az eleve mindig a része volt ennek a nyugat, meg a nyugati káros befolyásuk elleni, befolyás elleni harcnak, ugye az LMBTQ lobby, ami Magyarországon nem egy azok a vadhajtásai nem nagyon vannak jelen, nyilván nyugaton sok helyen ez valóban egy probléma, de igazából a Fidesz egy importált egy témát, egy problémát, tehát ez igazából erről szól, de valójában a mindennapi problémákat ez meg se karcolta, amit a Fidesz tekintetben tett. A családpolitikája az pontosan erre a rétegre fordított viszonylag kevés figyelmet, és amikor azok az úgymond bőkezű támogatások azért döntően azért olyanokhoz jutnak nagyobb arányban, tehát erre rengeteg tanulmány van, akik nem is szorulnának erre rá, vagy ilyen mértékben bizonyosan nem, tehát a felső középosztály, felső társadalmi réteg a legnagyobb haszon élvezője ennek, teljesen torz társadalompolitika ez, és annyiban mindenképpen van egy pozitív hozadéka ennek az egész kegyelmi ügynek, hogy most azért a társadalom is észlelte, vagy a közszóba bekerült, hogy hát ez a gyermekvédelem az ez. És nem az, amiről eddig a Fidesz propaganda beszélt. És még egy kis visszacsatolva még a Magyar Péter jelenségre is, hogy most akármi lesz ennek az egész történetnek a vége, egy dolog azért látszik, hogy sokan arról beszéltek, hogy itt a változás legfőbb akadálya az a társadalmi apátia. És én azt látom, hogy nagyon könnyű a társadalmat, a társadalom egy jelentős részét kimozdítani ebből az apatikus állapotból. Tehát valójában tetszhalott állapotban van a magyar társadalom. Bármikor jöhet egy olyan impulzus, ami életre kelt, és akkor annak elég súlyos, akkor ilyen durván kell reagálni a hatalomnak is. Ugye most előbb most már idéztem, hogy tegnap ugyanabban a Partizánban Török Gábor, ő azt mondta, hogy hát az atombomba az mi vagyunk, az atombomba az a választó, ami aki egyszer csak elkezd valami olyasmit csinálni, amit már nem tud a hatalom így visszatuszkolni, és egyébként kicsit ezt látjuk most is, és végül is egy ilyen magánéleti atombombával próbálkozik most a Fidesz, hogy ezt valahogy megállítsa. És még egyszer mondom, egy olyan atombombával, ami ránézve is sok szempontból kellemetlen, teljesen hitelteleníti a politikáját, de érzi, hogy olyan helyzetben van, hogy most már ezen az áron is valahogy vissza kell tuszkolni a palaszba ezt a Magyar Péter jelenséget. Amúgy a Ferihegyi, jaj, de csúnya elszólás. Népbizottság tagjaként már repülnék is az egész bizottsággal együtt. Liszt Ferenc repülőtéren, hogyha megérkezik az ember, illetve ha indul, akkor tele van ezzel a családbarát, kormány családbarát ország hirdetéssel, minden, ami biztos megint csak olcsó volt, és mennyire hatékony, nem? Az tuti, hogy turistaként megérkezik a külföldi, azt így meglátja ezeket, és már írja is be, hogy családbarát.hu. Elon Musk. Igen, nagyon. Nagyon kellett ez oda. Nem itt kéne ezt megvalósítani, hanem ott, hogy például itt ugye nevelőszülőkről van szó, akik ezt a kisfiút a gyanú szerint halálra verhették. És az is azt mutatja, hogy például a nevelőszülői hálózat is hát olyan, amilyen. Mármint nem úgy értem, rengeteg jó ember van benne, de hogy összeteszik a két kezüket, ha egyáltalán valaki jelentkezik, és túl vannak terhelve, hát nem egészséges az a gyermek mennyiség, aki jut rájuk, és éppen azért, mert nagyon kevesen vannak, éppen ezért bekerülnek a rendszerbe olyanok is, akik meg adott esetben tényleg csak ilyen arccal a kassza felé. Erről jut eszembe. Olvassák el a cikket mindenképpen, van ez az új kormányzat, nem a CÖF-nek a plakátja,
A dollárban. Ja, igen, igen, megveszik őket kilóra, igen. Fehér ingbe állnak, és akkor a fekete nyakkendős, ugye az a dollárjel, és az a fekete szerencsétlen fekete győr, már az sem egyetem még él, nem mint hogy politikailag, nem, de őt mindig felrakják. Igen. Mert legalább vizé, és akkor Gyurcsány Ferenc értelemszerűen Karácsony Gergely meg talán Márki Zajt. Róha, persze. Igen. 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 És hogy hát ez olyan kreatív út a CÖF, hogy ezt úgy, ahogy van, ezt az egészet így ellopta. Igen. Mert ez a Dead Kennedys nevű együttesnek, punkzenekar. Korákat pogóztam ifjúkoromban, hál' Istennek ez még a premobil telefon időszak, tehát nincsenek felvételek. Szóval, hogy... Tehát Hajdú Péternél magyarázkodhat. Azt hiszem. Szóval, de milyen már, nem? Tehát csinálják egy plakátot, amit egy punk együttestől lopnak el. De valószínűleg nyilatkozott is a vezető, és azt mondta, hogy nem kértek semmit, tehát hogy ellopták az egészet. Az ellopásnak az a lényeg, hogy nem kérdezik. És egyébként ők egy ilyen, nem is tudom, valami lefasisztázta őket, vagy nem tudom, hogy ilyen kormányt miért is támogatnának, tehát kicsit túlzó, de hát a pánkok azok ilyen túlzó figurák. Halljuk is össze-visszáll, ugye. Tehát, belőled lehet? Lehet. Vagy vége a műsornak? Vagy nincs vége a műsornak, bár már stáb a kardjaiba dőlt, de nem baj. De hogy csak mert készültem egy észrevételrel, ami lehet, hogy megint nagyon extrém lesz, de hogy én elmerengtem, ha már szinte ez a megvisel engem, ez a messiás városozás, és ha már nagy héten tudjuk ezt ennyire csúcsra járatni, ezt a narratívát, de hogy beleszállt ebbe az egész történetbe a kormánypropaganda, és milyen meglepő, hogy a bíboros úr vendégeskedett a Hír TV-nél, és a Hír TV műsorvezetője talált egy olyan kérdést feltenni, hogy hát igen, nagy hét van, szenvedés, és hát, hogy most valami egy bántalmazás történet bontakozik ki a közéletben, és hogy hát hogyan kapcsolódik, tehát hogy magyarán itt van az egyik, az ellenzéki közbeszéd beszél arról, hogy most akkor a Magyar Péter a messiás, akkor a propaganda megépíti a Varga Juditot messiásnak, tehát hogy megrajzolódik előttünk két ellentétes messiás kép, ami kicsit a nagypénteken is összecsapott egymással, a seregek ura a dicsőséges messiás kép és a szenvedő messiás képe, és ez hallatlanul izgalmas, mert egyébként a Fidesz az erőkultuszából ér, ugye ezt is hirdeti, tehát nekik van a seregek urája, nem is véletlen, hogy Benjamin Netanyahu annyira jó viszonyt ápol Orbán Viktor, míg az ellenzék inkább erre a szenvedő messiásra vár, hát én sem véletlenül beszéltem a fájdalmak férfia Bediák Fedalt idéztem, mielőtt Márki Zaj Péter megszólalt, mert Márki Zaj Péter tudatosan építette meg maga köré azt az imást, hogy hát igen, lehet, hogy bele kell buknunk abba, hogy megújítsuk az országot. Tehát, hogy milyen, meg a Karácsony Gergely se az az erőtől duzzadó politikai vezér, hanem inkább ez a gyenge, de tisztességes figurát alkotja. Tehát egy alapvetően máshogy vagyunk kondicionálva, és most ez így kicserélődött így nagy hétre. Ehhez azt hiszem nincs most hozzáfűzni valószínűleg. De nekem sincs. Én egyébként a húsvéttel kapcsolatban, mint vallását nem gyakorló görög katolikus a távoli északkeletről, én a hagyományoknak az elveszlését, mint volt néptáncos is, nagyon sokat, nekem nagyon sokat jelentett, meg nagyon szerettem, hogy mennyire meghalt. De hát egy nagyváros az megöli. Tehát Budapesten a húsvéti hagyomány az... Jó, mondjuk ez egy népi hagyomány, hogy él meg egy világvárosban, de ez már teljesen ilyen elmenne ez a beszélgetés. Vannak ilyen fesztiválok, de hogy ilyen nagyon sok hagyomány összés. Igen, de hogy ez nekem nem a fesztivál kéne, hanem a társadalom. Az én gyerekkorban még locsolkodni jártunk az elég rendesen a városban is. Persze. Most azért ez már úgy látom, hogy de most az összes nőismerősöm, már úgy értem a nőismerőst, hogy mindenki, akit ismerek is. Hölgy, az itt felsikoltat, hogy atya úristen, dévénye, nehogy ránk szabadítsa a pacsulis tömegeket, mert végre ez legalább ez ki. De kialakulhatnak újak, tehát hogy itt ez igaz, tehát az a baj, hogy amíg nem tudjuk, elfelejtjük, amiből táplálkozik, ugye azért mégiscsak egy vallásokból táplálkoznak ezek, meg a vallásainkból, amik létrehozták és tartják a civilizációnkat. Ha attól elszakadunk, akkor természetesen elhalnak a hagyományaink is. De amint ezekhez újra elkezdünk kapcsolódni, és nem félünk tőlük, meg nem címkézzük, hanem megkeressük benne a szépet, akkor azok egyrészt meg fognak bennünket tartani, másrészt természetszerűleg új hagyományok fognak kialakulni. Ámen, legyen így. És akkor még egyszer itt az új lapszám. Vegyenek minket, mert hogy fizessenek elő, mert hogy akkor csinálunk műsorokat, akkor tudunk kötött fogást is, amit majd ezután veszünk fel, de ezelőtt lesz, aminek nem sokkal van értelme bemondani egy műsorban, hogy mi lesz előtte? Nem. Ilyen, ez egy ilyen időcsavar, ugye? Hogyan alakult a gondolat, mert ez most akkor vissza tudják követni. Meg hát a podcast műsorainkat, Szabolcs is ugye remek műsorvezetőként
viszi a kis sorozatát, ami meg lesz a következőben. István lesz alatt, az István református, református lelkészen beszélgetek. Hát most szerintem nagyjából sejthető, hogy húsvét mellett miről lesz és kiről lesz szó. Köszönjük a figyelmet! Április 6-án ne felejtsék el, hogy a forradalom után lesz kötött fogás extra is. De tudom, hogy ez gúnyosnak tűnik, meg az is volt, vissza is vonom, ne haragudjanak. Nem, mert én még nem akarom nem, elvenni. A forradalmi hevülettel vonuljanak át. Jó, igen, az teljesen jó, mert nem, én meg nem akarom elvenni. És majd szavoljátok el a nemzeti dalt, ugye, mint a bankban. Azt is csak, szóval, hogy nem akarom elvenni a reményt senkitől, most mert soha, meg is. Teljesen megértem azt a gúlya, lelki állapotot, hogy a magyar ellenzék posványossága, tehetetlensége közepette, amikor ez a mocsár legalább valamilyen irányba megmozdul, bár ugyanaz a mocsár éppen csak valaki mi majd vagyunk ez a mocsár, én inkább atombombának megyek magam. Ja, atomot a mocsárba, na az jól fog kinézni. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.